Romhányi Tamással folytatjuk a Márkai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével. Jó reggelt kívánok. Van egy akciójuk az OTP bankkal közösen, az a bank önöknek régi támogatója. Ez pedig így karácsony táján lett aktuális, mint mindenféle segítség és jótékonyság. Erről az előző beszélgetés előtt is beszéltünk már ebben a műsorban. Ez az akció ugye arról szólna, hogy a leghátrányosabb, legnagyobb bajban lévő gyerekeket, ha tehetségesek, a tehetség kibontakoztatására bíztatják és adnak hozzá lehetőséget. Majdnem. Nem tehetséggondozó programunk van, hanem esélyteremtő programunk. Ennek az a lényeg, hogy minden gyereknek próbálunk segíteni, akit ebbe be tudunk kapcsolni, és nem csak a tehetségeseknek. Ez a Szimfónia program. 15 másodpercben elmondom a lényegét. Ez egy 40 éve létező program, Venezuelából indult, tavaly érkezett Magyarországra. A Monori Roma telepen, ahol 10 éve dolgozunk, próbáltuk ki. Lényege, hogy kötöttségektől mentes zenetanulás, ami közösségi élményt hoz. Ezt úgy képzelje el, minden gyerek kap hangszert. A második héten megvolt az első fellépésük a Cinkapanna és a Bercsényi utca sarkán, amikor mindenki körülbelül egy hangot tudott tisztán játszani a hegedűn, és úgy játszották a 4-5 hangból álló dalokat, hogy mindenki akkor húzta azt az egy hangot, ami akkor az következett. És ilyen játékos módszerekre épül az egész program. Egy év alatt 50 dal tanultak meg a nagyobb gyerekek, volt 10 fellépésük, és mint egy mellékesen átlag másfél jegyet javítottak az általános iskolai teljesítményükön, az osztályzatukon. Ez milyen érdekes, látja, hogy az egyik húzza a másikat. Koncentrálnak, megtanulnak feladatra összpontosítani, célt tűznek maguk elé, amit aztán teljesítenek, és most már 2 éve tanulnak a nagyobbak, de még a kottaolvasás és a kötelező nem szeretem feladatok még mindig nincsenek ott. Tehát, na most ez a program elindult 15 általános iskolába idén szeptemberben, a kedvező monori tapasztalatok nyomán, és óriási túljelentkezés van az előzetes várakozásainkhoz képest. Terveztünk iskolánként 20-30 gyereket, ezzel szemben 65-70 az átlag létszám, van olyan iskola, ahol 110. Ezeknek a gyerekeknek egyébként nem járnak zeneórára, angolórára, külön órára tornázni, sportolni, kirándulni, nyaralni. Ezeknek nem mondhatjuk azt ezeknek a gyerekeknek, hogy bocs, létszámon felüliek vagytok. És hát erre indítottunk gyűjtést, erről szól ez az akció, és erre van ez a gyűjtés. Na, akkor most az akcióról beszélünk. Magáról, mert az, hogy miért gyűjtünk, akkor ez ebből a dologból világos, ez egyébként fantasztikus, és le a kalappal az ötlet gazdák előtt. Még ha nem is magyarok ezek szerint, mert ez külföldről Venezuelából indult. Hát Magyarországon picit önök felkarolták, ez nagyon jó. Na de pénz kell, pénz. Mennyi pénz? Most azt kiszámolták, hogy mennyire lenne szükség? Hát milliós nagyságrendű összeg lenne. Most már gyakorlatilag a 15 iskolát, ha beszorozzuk 60-61 néhány gyerekkel, bőven 900 fölött van a létszám. Hangszert is gyűjtünk, pénzt is gyűjtünk, mindenféle segítséget gyűjtünk. Rengeteg költség van, a zenetanárokat kell fizetni, utaztatni őket, kellékeket beszerezni, és a többi sorolhatnánk. Most a bank nyitott egy adományozási vonalat. Itt lehet adni, ha jók az információim, de ezen kívül van egy aukció is, ahol hangszereket lehet árverésen megvásárolni. Így van, ez még december 20-áig tart. A Punani Masszív együttesnek a korábbi klipében felhasznált óriási díszlet hangszereket bocsátják árverésre. Az ezekből befolyt összeget ennek a programnak a támogatására fordítjuk. A nagy zöld gitár és az óriás rózsaszín mikrofon. Ez a Vaterán zajlik, ez a licitálás. Hol tart? Ma reggel nem néztem meg, több 10 000 forintnál állt, 40-50 ezer forintos tételeken állt egy-egy tétel a tegnapi napon. Aki esetleg ennél kevesebb összeggel gondolná támogatni a programot, az viszont a szimfonia.máltai.hu oldalon akár 1000 forinttal, vagy 2500 forinttal, vagy ennél lényegesen szerényebb összeggel is bekapcsolódhat. Mert hogy a program neve a Szimfónia program, ezt ne felejtsék el, és akkor így megtalálják a Vaterán is, meg akkor a Mártai Szeretett Szolgálat oldalán is. Köszönöm, hogy eljött. Nagyon szépen szép munkát végeznek, sok sikert hozzá. Köszönjük szépen.